Welcome back! Elérkeztünk egy új videóhoz. Azt hiszem, hogy most már kezdjük összeszedni magunkat, és ahogy nagyon sokan kértétek, elérkeznek a közös videók, viszont... Bárki is írt, hogy Bencével mi van? Ja, nem. Nem? Dehogy nem, hát szeretnek téged. Kicsit ilyen, szerintem ez ilyen propaganda tényleg, hogy így... buborékba élek. Jó, oké, igen, sokan kérték. Ez lesz a második része az új közös sorozatunknak, amit igazából idén egész évben szeretnénk vinni, igen. És ez nem más, mint hogy a ti titkaitokra reagálunk Bencével. Heti 5 rész. Egész évben, semmi más nem lesz. Aki látta Bence videóját, annak feltűnhet, hogy egészen új a setupunk, ugyanis a hangmérnökünknek, a Whitefülű Dezső Bencének nem volt megfelelő a... mikroportos verzió, úgyhogy stúdió mikrofonokkal fogjuk felvenni ezt a részt, úgyhogy legyetek nagyon kedvesek, élvezzétek, és értékeljétek. Nem azért van stúdió mikrofon, mert whitefőrű vagyok. Hanem miért? Jó, nem tetszett a hang, de most se biztos, hogy jó, mert haptákba vesszük fel. Mindegy, biztos, hogy jobb valamennyivel. Szóval. Igen. Kezdjük el, itt van nálam a telefonom, itt van rajta a ti rengeteg fantasztikus titkotokkal. Ami nagyon-nagyon csodálkoztam, hogy valamiért szerintem nem, hogy el akarjátok árulni, kényszert éreztek, hogy eláruljátok a titkaitokat. Hozzám kiment az első rész, és olyan szinten sokat kaptunk. Volt, aki a komment részlegbe bevallotta, hogy mi a titka. De úgy, hogy a teljes polgári neve, a saját index, tehát a saját profilképe, és úgy bevallott, hogy pakkodok, iraktam mindenkinek. És ami egyébként nagyon fontos, hogy Bence nem engedte, hogy előre megnézzem. Hát nem, mert reagáljunk rá így. Úgyhogy élőben reagálunk, először látjuk. Volt barátom, nem tudta, hogy biszex vagyok, és közben a legjobb barátnőm a csajom volt, és ez így ment 2 hónapig. What? Még egyszer, szerintem valami félreértettem. Kicsit így blokkolt a férfi, hogy... A volt barátom. Tehát jártak. Egy fiúval. Nem tudta, hogy biszex vagyok. És összejött a barátnőjével? És a legjobb barátnőm, a csajom is volt, és ez így ment 2 hónapig. Így bízzál meg az emberbe. Szívem, átmegyek a Flórához, jó? Menj, menj! Azt ezek meg... Nem. Ne, kicsit nehéz feldolgozni agyilag, hogy ez megtörténhet. Nagyon sok olyan van egyébként, hogy összetörtem egy széket, és apukámra fogtam azóta is, azt hiszik, hogy ő volt. Ezek az apukás dolgok, ezek nagyon... Kell csinálni egy videósorozatot, ahol az apukák vallanak. Szerintem a fiam tette, az asszony azóta is haragszik, közöm nincs az egészhez. A Szemészeten direkt eljátszottam, hogy rossz a szemem, 3 éves szemüveges vagyok. Miért csinálsz ilyet? Hát mert gondolom jól áll neki a szemüveg. Hát de akkor vegyen nem dioptriás szemüveg. Ja, de várjál, tényleg. Hát akkor te szarul látsz a szemüvegeddel? Felrakod a szemüveget, mert jól áll, és igazából csak... Hát de ettől aztán tényleg elromlik a szemed. Ne csinálj. Lehet, ezt akarja. Ez milyen szemüveggel vak vagy? Leveszem a szemüvegem, hogy olvassam el a szöveget. Na, mi van? Kollégám állandóan kötekedik, fel kellett söprögetni, és kiszórtam direkt a morzsákat nála, hogy őt is leszidják, ne csak engem. Mekkora cseles! Mekkora megfejtés, basszus, tényleg, amikor rájössz, hogy ne csak én dolgozok, ne csak engem csesszenek le. Hát dolgozzon már ő is. Hát ez mi? El tudod képzelni, hogy összesöprögeti a kis cuccot, viszi a lapátkába, körbenézem, ilyen senki. Ne, valahogy nekem ez nem fér a fejem. Mekkora szerelmes vagyok a tesi tanáromba. And out. Van amúgy sok ilyen tanáros... Móka? Kaland? Találtál valami nagyon durvát? Na halljuk! Úristen! Na, halljuk, de halljuk. Csak azért olvasom... Úristen, nem tudom, miért olvasom be. Hogy csámcsogjunk rajta, Rebeka, itt vár több 10 000 ember, hogy olvasd már fel. Kiskoromban véletlen megöltem egy kis cicát, sajnálom nagyon. Nem nevetek. De nevetsz. Ez a baj, hogy neve... Tesse neve... Ne röhögjél, légy szíves, könyörgöm. Az a baj az egész, hogy felolvasod, és hallom rajta, így hallom az egész szövegből, hogy ő tényleg sajnálja. És ő tényleg el akarta mondani valakinek, és végre itt az alkalom. Ez tényleg amúgy mekkora megkönnyebbülés lehet, hogy voltál 5 éves, vagy valami... Ez véletlen. Véletlen kitekerted a macskának.
És nem félsz attól, hogy kísérteni fog a macska? Nem azért mondom, hogyha csak... Hogyha nyílnak az ajtók, vagy valami nyávogást hallasz, akkor vigyázz, hogy... Vagy odaszarik a párnádra. Valamelyik haverja küldi, hogy... Még a papnak sem vallok. Ezt írta valaki? Ez ennyi. Hát ugye suhanc youtubereknek leírjam a problémáimat, amik mordosnak 10 éve, vagy szegény macskát véletlenül. Mit ír? Ne leskelődj! Bátyám exének az új paliával kavartam, úgyhogy már gyerekük is van, és semmit nem... Azt nem olvastam bele. Azóta nagyon rosszul érzem magam. Oké, itt azért az... Mi? Enyhítő körülmény, hogy nem tudott róla. Várjál, miről nem tudott? Hát hogy nem tudott róla? Mi, a bátyám exének. Tehát Sanyinak, az exének. És az öcsét hozza fel példának. Hát azért, mert így érted. Igen. Az új csávójával. Pokorra fogtok jutni. Az összes nézőnk, aki ilyeneket ír, pokorra fogtok jutni. Ott pacsizhatsz a csajjal, aki 5 évesen megölt véletlenül egy macskát. Még durvább is van? Nem vagytok normálisak, esküszöm. Az ilyen kinkeket vagy fétiseket beolvassuk? Olvasd be, hát azért vagyunk itt. Terhesnők izgatnak fel, emiatt nagyon várom, hogy én is az legyek. Ezt egy nő írta? Igen. Ne! Ez menő. Mármint, hogy ne úgy... Értitek, hogy mire akarok gondolni? Menő, hogy bevallja. Ilyet soha nem hallottam, hogy egy terhes nő izgat fel egy nőt. Ha. Figyelj, hogyha leszbikus, akkor miért ne? Akkor hogy lesz gyereke, Rebeka? 200 IQ. A férfi agy, akinek nem tudod megmagyarázni. Hogy lesz akkor gyereke? Na, mi van? Neked üzenem, hogy Olival nagyon jól kijönnél. Bírom a büdös pukiszagot. Ezt ki írta? Egy fiú vagy egy lány? Lány. Úristen. Nem ítélkezünk. Ez egy családias csatorna. Itt leírhatjátok, és ítélkezés nélkül mi beolvassuk. Semmi probléma nincs ezzel. Elküldjük a kutyánkat hozzád egy hétre. Mi van? Mit láttál? Szerelmes valaki belém? Nem? Akkor mindegy. Lefeküdtem az unokatestvéremmel, apa másod unokatestvérének a gyerekével, ráadásul többször is, eddig 2 barátnőjét csalta meg velem. Figyelj! Apám nekem megnézte a videót, az első részt. Igen. És ott ugye az volt, hogy valaki szintén az unokatestvérével. És ez többször fordul elő egyébként, mint gondolnál. Tehát, hogy ő is azt a példát hozta fel. Ez a másodunok a testvér, ez nem olyan durva azért, mert ez úgy néz ki, a másodunok a testvér az, amikor a szülődnek, én az értem. Unok a testvérének a gyereke. Értem, tehát csak azt hozta fel példának, hogy régen egyébként, mármint, hogy nem volt se. Hát... Oké, de régen testvérek házasodtak. Mucika. Ez come on. Hát... Figyelj, én csak nem akarok ítélkezni, Rebeka. Értsd már meg, hogy itt csak beolvassuk, elnevet gérünk, nem akarom azt, hogy ráhúzom itt a vizes lepedőt, hogy miért szexelsz a másodunok a testvéreddel. Hát, ha jól érzik magukat, másodunok a testvér. Nincs megcsalás. Nincs megcsali. Egyszer nagyon kellett pisilnem, és beletoltam barátom anyukájának a valastovába. Miért? Elmentek bevásárolni, és bezárták az ajtókat? Ne. És te ott voltál az udvaron, te lóztál? Ezt nem tudom elképzelni, hogy mi lehet az a pillanat, amikor... Én nem értem. Eldöltött, hogy csak bele, nem? Hát nem? 5 másodpercen belül pont a tó mellett jut eszedbe, hogy annyira kell pisilned, hogy se egy bokorba nem tudsz elmenni, se be a házba, hanem lekuporodsz a tó mellé. Figyelj! Megoldotta a problémát, vagy megoldotta a problémát? Végül is. Ugyanazt olvastuk el? Akárhova megyek, mindig van egy kis tégladarab a zsebembe, ha netán valakit meg kell verni. Ez tetszik. Vannak ilyen emberek? Léteznek? Én is fogok most már egy pici tégladarabot tartani, ha bármi történik. Mondjuk az jobb ötlet, igen, nekem kavics szokott lenni, kis kavics, és akkor ezt lecserélem tégladarabra, ez tényleg jó. Tényleg jó. Elképesztő. Végtelen örömemet lelem ebben, hogy felolvassuk az ilyeneket. Van egy egészséges kapcsolatom, párommal nagyon szeretjük egymást, viszont Plátó ilyen szerelmes vagyok a tanáromba. Mi a csajoknak a tanár ez ilyen? Nem ilyen... tudom. Ezek szerint. Mi neked nem volt sose, hogy a kémia tanárral meg volt a kémia? Figyelj, Vásárhely lehet, hogy nagyon le van maradva, de egyetlen egy jó pasi tanárunk se volt. De még csak egy kicsit sem.
Tehát olyan se volt, akinek úgy köszönjél a folyosón, jó napot, tanár úr! Na most semmi. Móri Zsigmond utca melletti kisiskolába. Nem. Összegyűltek a tanáriba megsiratni ezt a mondatot. Megöltem a legjobb barátnőm hölcsögét, és a húgára fogtam. Hogy történnek ezek? Hogy történnek ezek? Valahogy nem fér össze. Kicsinek beleittem a Jim Beam-be titokban, és utána volt gáz. Hány ilyen sztori van, hogy gyerekek rámennek a bombonlikörre, azt Ezt gyorsan elmondom. Igen. Tudod, hogy keresztapa nem sűrűn szokott alkoholt inni. De ha igen. 5-6 éves lehetett, amikor nagymamáik partit tartottak otthon, és amik kikísérték a vendégeket, ezt ami mondtátok. Ott maradt az asztalon, kis a poharak aljába kis pici, hát azt úgy gondolta, hogy azt mindet megkóstolgatja. Utána nem mosogattok szépen, amíg visszajönnek a kaputól, addig a tányérokat és a poharakat elmosom, jó? Csak ezt még megiszom. Sikerült felhörpinteni. Hát a mosogatás elmaradt, de lett egy jó délután a végéből. A jó vagy nem, azt nem tudom. Hát valószínűleg nem. Mindent összeinni, össze-vissza. Ez felnőtt fejjel se olyan jó. Gondolj be, amikor egy pici pálinka, és megiszod a pálinkát kicsinek, ráiszod gyorsan egy kis vodkát, egy kis izét, viszkit. Úgyhogy ez lett volna nálam az első rész. Bence, ez hamarosan érkezik a második rész. Az elsőt is pótoljátok be. Pótoljátok be, és várjuk tőletek sztoriban, pontosan, válaszokban is, illetve hogyha van kedvetek hosszabban kifejteni, akkor leírhatjátok simán DM-be is a kis titkaitokat. Hát meg ezután rakják ide is egy sztorit, és akkor tudnak arra írni. Ezért mondom, hogy oda sztoriba is jöhet, vagy DM-be is írhatjátok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hogy tetszett, akkor dobjatok egy lájkot a következő videómban. Találkozunk! Sziasztok! Sziasztok!